Számtalanszor szerepelt már ez az idézet, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a világ, amelyben a legtöbb ember él, és melyet valóságnak gondol, ez nem más, mint egy forgatókönyv és egy hatalmas színház. Ezt a színházat különböző elemek működtetik, az egyik ezek közül a politika természetesen. A politika tulajdonképpen hazugság, majdhogy nem szó szerint azt is jelenti. Emellett az oktatás, a tudomány, a szórakoztatóipar és a média szintén szerepet játszik természetesen az álom fenntartásában. Én azt javaslom mindenkinek mindig, hogy egy más szemüvegen keresztül vizsgálja a világot, lépjen hátra, és próbálja meg egy külső szemlélő szemüvegén keresztül megfigyelni a dolgokat, és akkor fogja igazán megérteni, hogy mi az, amiben addig benne volt és részt vett. Így sokkal egyszerűbb lesz felfedezni ezeket az összefüggéseket. Ennek az egyik csodálatos példája az, amikor Donald Trump elismerte Jeruzsálemet, mint Izrael fővárosát, és azt ígérte, hogy az amerikai nagykövetséget át fogja helyezni Jeruzsálembe, és Tel Aviv helyett Jeruzsálemet fogják elismerni Izrael fővárosaként. Ezen az eseményen keresztül meg fogjuk vizsgálni, hogy hogyan is működik ez a hatalmas színház, és milyen szerepe van ebben Izraelnek, illetve Donald Trumpnak. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. With this statement, U.S. President Trump reversed 70 years of U.S. policy in the Middle East. He added that plans to move the U.S. Embassy to Jerusalem are also underway, though the process might take a few years. Mielőtt belevágnánk a videóba, szeretnék megmutatni egy dolgot mindenkinek, azok számára különösen, akik az utat szeretnék járni, illetve magukat hívőnek mondják, azonban szerintem tanulságos lesz mindenkinek. Hiszen nap mint nap szembesülünk azzal, hogy ez az írás csak egy mese, és semmilyen valóság alapja nincs. Úgyhogy most meg fogom mutatni azt, hogy az az összeesküvés, ami a világban zajlik, az nem csak, hogy nem újdonság számunkra, hanem évezredekkel ezelőtt kezdődött. Ez Tehelim vagy Zsoltárok második fejezet, amely így kezdődik. Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? Mindazok, akik nem az utat szeretnék járni, ebbe a kategóriába tartoznak. Sajnos a világ minden országa ebbe esik bele, és ugyanúgy Magyarország, mint az összes többi. Mindenki, aki keresztény, buddhista, muszlim, stb. Mind-mind ez a kategória. Pogány kifejezés az, illetve a népek kifejezés az a törvény nélküliségre utal, a Tora nélküliségre utal. Azaz ezekhez az országokhoz beszél, illetve ezekről beszél. Nézzük, mi az, amit csinálnak. A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak. Azaz a világ vezetői együtt működnek úgy, ahogyan azt hallhattátok már számtalan másik videóban ezeken a csatornákon. Ez mindig is így volt, mindig is így lesz. A föld királyai és a fejedelmek együtt dolgoznak, együtt tanácskoznak. Miért? A pénzért? A hatalomért? Az ellenőrzésért? Vagy miért? Nem. Jahua ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket és dobjuk le magunkról köteleiket. Ez a problémájuk a világ vezetőinek. Az, hogy a Tora, a teremtő útja, az nem az az út, amit ők járni szeretnének, hiszen abban nem fér bele az anyagi jólét, olyan értelemben, ahogyan ők megélik az, hogy uralkodjanak az egész világon, hogy elnyomjanak mindenkit, abban ezek a dolgok nem férnek bele. Plusz az sem, hogy az ember saját magát egy másik ember fölé helyezze, sőt, az sem, hogy a testet szolgálja. Ezek a dolgok mind-mind kimaradnak abból. És ez az, amiért együtt tanácskoznak, ez az a bilincs, ez az a kötelék, amitől meg akarnak szabadulni. Úgyhogy azt ajánlom mindenkinek, hogy ezen a szemüvegen keresztül figyelje a világot. Tudva azt, hogy ez a kezdetektől így működik. Ezek az emberek soha nem voltak hajlandóak alázatosan és engedelmesen járni ezt az utat, ugyanúgy, ahogy a legtöbb más ember a világon szintén nem akarja ezt.
Mindezt észben tartva az ember egészen más szemüvegen keresztül fogja vizsgálni ezt a képet például, ahol láthatja a két ország vezetőjét, és megérti azt, hogy ez a két ember előad egy-egy szerepet. A probléma az, hogy a legtöbb ember a szavakra fókuszál, és arra, hogy mi az, amit mondanak. Közben a testbeszéd, illetve a jelek, melyek körülveszik ezeket az embereket, sokkal többet elárulnak erről. Nem csak a jelek, a testbeszéd, de a színek, a mozdulatok, és mindaz, ahogyan ezek az emberek ezt a párbeszédet lefolytatják, de nem csak ezt, hanem az összes többit, amiben ők részt vesznek. Furcsának tűnik, hogy ez az, ami történik a világban, pontosan ezért lehetett ezt olyan hosszú időn át véghez vinni, hiszen senki nem gondolt erre. Hogyha egyszerű lenne felfedezni a csalást, a hazugságot és a titkot, akkor nem lenne titok, csalás vagy hazugság. A történet egyszerű. Donald Trump bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok elismeri Jeruzsálemet, mint Izrael fővárosát, és át fogja ide telepíteni az amerikai nagykövetséget Tel Avivból. Olyan apróságok, mint az, hogy Trump nem jelentette be azt, hogy mit jelent az, hogy Jeruzsálem mekkora a területe, természetesen elkerülték az emberek figyelmét, azonban az általános vélekedés az, hogy az 1967-es határok azok, amikre ő gondolt. Ennek következtében Netanyahu, ugye az izraeli miniszterelnök azonnal úgy vette ezt, mint készpénz, és felgyorsították azokat a munkálatokat, melyek az úgynevezett nyugati parton folynak a palesztin területeken, ahol elpusztítják a palesztin otthonokat, és felépítik az úgynevezett zsidó otthonokat. Ezek évtizedek óta folynak ezek a műveletek, és természetesen a nemzetközi törvények szerint ez illegális, amit Izrael ott véghez visz. Először nézzük meg, hogy hogyan is jött létre az a konstrukció, amit mi Izrael államnak hívunk ma. Természetesen, mint minden fontos geopolitikai, stratégiai lépés, ezt is évtizedek, hanem évszázadok tervező munkája előzte meg. Azonban ez a tervező munka egy levélben csúcsosodik ki, melyet Balfour nyilatkozatnak hívunk. Ezt a levelet Arthur James Balfour írta, aki az Egyesült Királyság külügyi államtitkára volt 1917-ben, és ő volt az, aki ezt a levelet megfogalmazta, és továbbította Lord Rothschildnak, aki a brit zsidó közösség egyik vezető alakja volt, illetve a Cionista Federáció nagybritanniai és írországi ágazatának vezetője. Ebben a nyilatkozatban örömmel tájékoztatja Lord Rothschildot arról, hogy az egész kabinet egyetértésben a zsidó-cionista szövetség törekvéseit támogatja, és a későbbiekben megfogalmazza azt, hogy Palesztinának egyik részét, egy területét átadják a zsidóknak, mint otthonukul, és a legjobb szerencsét kívánnak ehhez, amennyiben a háborúnak ugye vége lesz. Feltétele ennek természetesen az, hogy a nem zsidók, akik Palesztinában élnek, folytathatják tovább háborítatlanul az életüket, illetve a különböző területeken élő zsidók szintén a környező országokban. Természetesen ez nem úgy valósult meg, ahogyan azt szerették volna, illetve hát pontosan úgy valósult meg, ahogy szerették volna, csak nem úgy, ahogy nekünk mondták, hogy ők szerették volna. A nyilatkozat gyakorlatilag teljes körű támogatást ígér a cionista mozgalomnak, a brit királyi család és az uralkodók, valamint a gyarmatbirodalom részéről. Ez nem feltételek nélkül valósult meg, ugyanis az egyik feltétel az volt, hogy a szövetségeseket támogatják a háborúban, és segítenek a propagandát úgy intézni, hogy az Amerikai Egyesült Államok a szövetségesekkel együtt működjön. Térjünk vissza az újságcikkre, és vizsgáljuk meg azon keresztül, illetve annak segítségével a jelenleg zajló eseményeket. As expected, the move has rattled the Islamic world. Iran said serious repercussions would await the US and Israel. با این کار هم
By doing this, they will be hit harder than before. The Islamic world will undoubtedly stand up to them. The enemy will absolutely be unable to achieve its desired goals on the issue of Palestine. Palestine will be liberated. In Palestine, however, hundreds of angry protesters took to the streets of Gaza and burned U.S. and Israeli flags, while Palestinian leader Mahmoud Abbas warned of dangerous consequences. Shots that you can hear. Israeli security forces trying their best to stop Palestinians from protesting. Back there behind the smoke screen, you can see Palestinian protesters, some of them throwing stones. Well, this has been going on for almost a couple of hours, right after Palestinian leaders had pressers, had speeches in which they called the Palestinian people, the Muslim world, the Arab countries, to put aside their differences, to sit together, devise new strategies to counter Israel, and to protest against the recent U.S. decision and move in recognizing Jerusalem al-Quds as the Israeli capital. Az újságcikk nagyszerű, ugyanis felteszi a kérdéseket helyettünk. Az első kérdés, amire a választ keresik, az az, hogy mekkora lesz az az erőszak hullám, amelyet ez a bejelentés provokál. Számtalan korábbi videóban hallottátok, de elmondom még egyszer, mert nem árt, és hát ha ezúttal jobban fog működni. Mára a társadalom úgy működik, mint egy nagy ember. Számtalan ember, illetve embercsoport irányítja azt, azonban egy egységként funkcionál. Természetesen ebben az egységben, ezen az egységen belül több csoport megtalálható, azonban az egyén eltűnt, és kialakult egyfajta csoport gondolkodás. Az emberek stimulusokra, ingerekre reagálnak, és azokra egy előre beprogramozott választ adnak. Ez az, amit láthatunk a világban. A legtöbb ember így operál. Így vélekedik. Azokat a mondatokat ismétli, amit beleprogramoztak a fejébe. Így megtalálja a magához való csoportot, ahhoz csatlakozik, és utána még egyszerűbb lesz ezeket a hordákat vagy csoportokat együtt mozgatni. Mindenki a csoporton belül azt gondolja, hogy megtalálta a helyét, jó úton jár, harcol a helyes célért, legyen ez a pandamacik megmentése, vagy a hold megmentése, hogy ne legyenek ott ásatások, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy mindenki úgy gondolja, hogy a jóért harcol, ezért úgy tűnik mindenkinek, hogy az egész világ fellázadt, és most végre megvan az esélyünk, elfelejtvén az, hogy az egyes csoportoknak különböző helyen lesz az érdeke a végén. Így nem együtt dolgoznak, hanem folyamatosan széthúzzák az egységet. De a legnagyobb probléma az, hogy a gondolatok, amik az emberek fejében kialakulnak, azok nem eredeti gondolatok, azok nem az ő gondolataik, hanem oda belett ültetve az óvatos programozási folyamat során a különböző elemek, úgy mint a politika, az oktatás, a média, a tudomány. Ezek azok, amik meghatározzák, hogy az ember mit gondol. Megtanuljuk, magunkba szívjuk tudat alatt a különböző helyeken, és a végén ismételjük azt ugyanúgy, ahogy a kutya, amikor Pavlov megmutatta neki az élelmet, elindul a nyálelválasztás, reagál egyfajta ingerre, és így mozog. Ez az, amiről beszél. Ez a jeruzsálemi dolog egy nagyszerű iskola példája ennek, hogy hogyan működik ez a rendszer.
és az első kérdés, melyet feltettek, nagyszerűen reprezentálja azt, hogy ők pontosan tudták, hogy mi az, amit akarnak, és ehhez generálják a megfelelő utat, ami eljut oda. Érthető, hogy miért ez az első kérdés? Mekkora lesz az erőszak hullám, amit ez a döntés provokál? Azt hiszi valaki, hogy ők nem tudták előre, hogy mi lesz a következménye egy ilyen döntésnek? Pontosan tudták! A döntésnek semmi köze nincs ahhoz, hogy őket érdekli, hogy Izraelnek mi a fővárosa, vagy mi nem. Az csak egy lépés a sakjátszmában. A lényeg az, amilyen hatást az kivált a tömegekből, hogy úgy tudják irányítani a tömeget, ahogy akarják. Különböző feszültséggócokat generálnak a világon, mindenhol megvan ez Magyarországon, és meg fogom mutatni a videókat. Mindenhol ez megy. A lényeg azonban az, hogy tudják előre, hogy mi fog következni. Ez az, amit akarnak. Ehhez találják meg az eszközöket, és aztán indítják el a folyamatot, nem pedig fordítva elindul a folyamat, és aztán próbálnak majd a következményekkel számolni. Egyáltalán nem így. Aki kitart a végéig, az megláthatja azt a videót, melyben ezt maguk, az úgynevezett idézőjelbe tett zsidók elmondják, hogy ez az egész Izrael léte egy törvénytelen dolog, és az egész tulajdonképpen azért van, hogy viszályt szítson azon a területen. Ez volt az elsődleges szempont, mikor létrehozták Izrael. Semmi köze nem volt ahhoz, hogy a zsidóknak otthon találjanak, hiszen ezek nem is az eredeti nép. Tehát ez nem lehetett a cél. A cél az volt, hogy találjanak egy olyan pontot azon a területen, amelyel állandó és folyamatos háborúskodást és viszályt lehet szítani. Itt van ez a Vox egyik cikke, ami arról számol be, hogy Trump döntése, hogy Jeruzsálembe helyezzék át a nagykövetséget, az egész Közel-Keletnek a stabilitását fel kellett volna, hogy rúgja, azonban ez nem működött. Azt nem tudom, hogy miből vonták le azt a következtetést, hogy nem működött, meg fogjuk nézni, hogy mi az, ami történik. A lényeg az, hogy elmondják, hogy mi az, ami történik, hiszen az emberek nem képesek felfogni, és nem értik meg egyszerűen az összefüggéseket. Itt egy újságcikk a TheIntercept.com oldalról, ami arról számol be, hogy Donald Trump döntése az halálos erőszak hullámot indított el, ez egy izraeli beszámoló. Al Jazeera arról számol be, hogy több palesztint meggyilkoltak ezekben a tüntetésekben, illetve az összecsapások során. Szintén Al Jazeera tüntetés sorozat indult világszerte a döntés ellen, de nem csak Jeruzsálemben, illetve Palesztinában zajlik ez a dolog, hanem Mumbai-ban, Indiában, Kuala Lumpurban, a Malajzia fővárosában, illetve Tokióban szintén. Itt Al Jazeera arról számol be, hogy több ezren tüntettek Jakartában ugyanezen döntés ellen. Természetesen a történetet el kell adni, mint minden jó történetet, ezt is eladják a megfelelő körítéssel, díszetekkel, reklámmal és a megfelelő platformokon, CNN ezek közül talán a legnagyszerűbb. Arról számolnak be, hogy 4 halott és több száz sebesült eddig az áldozata annak a 2 hete tartó tüntetés hullámnak, ami Jeruzsálemben történik. A díszletek, illetve a show természetesen folyamatosan megy a képernyőkön, hogy programozzák az embereket, hogy mindenkinek adjanak beszédtémát, és hogy a tömegeket megfelelően tereljék. És mint minden nagyszerű színjátékban vagy produkcióban, ebben is benne van a csavarok, a különböző szenzációs elemek. Ilyen az egyik, amikor arról számol be az Independent, hogy Ibrahim Abu Turaya, egy mozgáskorlátozott palesztin aktivista halálos lövés áldozata lett, és Jeruzsálemben az egyik tüntetés során elhunyt. És én nem azt mondom, hogy az áldozatok, vagy a szenvedés, vagy a pusztulás az nem igaz. Én csak azt mondom, hogy egyrészt nem minden igaz, másrészt viszont úgy van alakítva az egész történet, hogy mi azokról a dolgokról szerzünk tudomást, amik egy bizonyos irányba terelik az emberek gondolatmenetét. A Financial Times szintén arról számol be, hogy tüntetés sorozat követte ezt a döntést, és hogy a világ, illetve az Egyesült Nemzetének Biztonsági Tanácsa egyöntetűen elítéli ezt a döntést. Ez az, amire utaltam, hogy az embereket bizonyos ingerekkel meg tudják mozgatni a különböző csoportokat. Már olvashattunk erről korábban, de egy újabb cikk, ez a Reuters.com-ról, ami
arról tudósít, hogy több tízezeren tüntettek Jakartában, Indonéziában, ugyanis ott is óriási a muszlim népesség, így mindenkit, aki muszlim, el lehet indítani Izrael ellen, mindenki, aki Izraellel szimpatizál, a muszlimok ellen, és mindenkit, mindenki ellen tulajdonképpen. Ez csak egy, a fekete-fehér, a férfi-nő, a meleg, nem meleg, mind-mind ugyanezekre a dolgokra vezethető vissza. Megvan a cél, ahhoz kell találni egy eszközt. A világ pedig csak menetel ebben az egészben, fogalma sincs arról, hogy mi az, amiben részt vesz, hogy az egész egy hatalmas színjáték, egy hazugság, csak tudatlanul, ahogy mindig is tette, az emberek többsége masírozik és végrehajtja az előre beprogramozott feladatot. Ezek képek a világ minden tájáról ezzel a döntéssel kapcsolatban. Turkish President Recep Tayyip Erdogan had threatened to sever ties with Israel before Trump announced his decision. While meeting with the press in Ankara during a visit by Jordan's king, Erdogan warned the U.S. could create public unrest throughout the Islamic world. Haberlerle ilgili üzüntülerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Filistin halkının yaraları kanamaya devam ederken, her gün hak ihlalleri, zulümler, baskılar sürerken, İsrail'e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına da vurulmuş ağır bir darbedir. These denounced and rejected measures create deliberate constraints to all the efforts towards realizing peace and reflect the United States' withdrawal from practicing its role as a peace mediator. Israeli sovereignty over the entire city of Jerusalem isn't accepted by the global community, and its status is considered an issue that should be resolved through negotiations between Israelis and Palestinians. Although Trump said the U.S. is not taking a position on how the city should be divided, leaders around the world expressed concerns that the move could widen the gap between Israel and Palestine. Palestinians have issued a stern warning about the consequences of the U.S. plan to relocate the American embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem Al-Quds. The leader of Palestinian resistance movement Hamas said that Washington's move would be a dangerous escalation that crosses all red lines. Ismail Haniyeh stressed that the measure will enable, quote, the extremist regime of the Israeli prime minister to further Judaize the city. Hamas also called on all Palestinians to come out on Friday and mark it as a day of rage against the U.S. move. Palestinian President Mahmoud Abbas also described the move as unacceptable. The spokesman for the president said Abbas made some phone calls with leaders of Russia, France, Vatican, and Jordan, reiterating the position that Al-Quds is the Palestinian capital according to international and Arab resolutions and law. The Palestinian resistance movement Hamas has called for a new intifada or uprising in response to the U.S. recognition of Jerusalem Al-Quds as Israel's capital. إننا نطالب وندعو وسنعمل على إطلاق انتفاضة في وجه الاحتلال الصهيوني. القرار الأمريكي عدوان على شعبنا، إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني. Ez az, amit szerettek volna, hogy mindenhol az emberek felbojduljanak, és pontosan tudták, hogy mi lesz a következménye. Tulajdonképpen olyan volt, mint megnyomni egy gombot a számítógépen, és tudjuk, hogy mi az, ami történni fog. Még egy dolgot elárulnék, illetve bemutatnék inkább azzal kapcsolatban, hogy a háború miért is probléma. Az ember az egy különleges teremtmény, és bár a legtöbben elfogadták a beszélő majom teóriát, attól függetlenül még ez nem az igazság. Az ember az különleges a teremtő teremtésében, és amint azt elmondja 1 Mózes 9-es fejezetben, az ember halála az egyáltalán nem úgy működik, mint ahogy mi gondolunk, hogy jó, meghalt itt 1000 ember, meghalt ott 4 ember, ott 20 ember. Ez ennél sokkal komolyabb és mélyebbre ható. Szóval, bár a Sít 9-es fejezetben
így szól a Teremtő, de a ti véreteket, amelyben a ti életetek van, számon kérem minden állattól, azonképpen az embertől, kinek-kinek adja fiától, számon kérem az ember életét. Azaz, a hatosban fejtész ki, aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Elohim a maga képére teremté az ember. Ez az, amiért egy véget nem érő háborúság van ezen a területen, hiszen amint elindul az emberölés és a pusztítás, onnantól kezdve ez az átok jön folyamatosan az egyik, amit látjátok Atyafiról, a következőre, és így állandó jelleggel ez a háború alakul ki. Ez az, amit szerettek volna ezen a területen, hiszen ez az a terület, ahová a vándorlás az utolsó időben meg fog történni, és ez az a terület, melyet a Teremtő kiválasztott magának. Ezért történik ez ott. Nem azért, mert olaj van, vagy ez van, vagy az van. Őket abszolút nem érdeklik ezek a dolgok. Akik irányítják a világot, már rég túl vannak ezen. A lényeg az, hogy egy véget nem érő vérfolyam alakuljon ki, és ez egy állandó ellenségeskedést és háborúságot szül. Nem csak azon a területen, hanem folyamatosan minden országban, aki ebbe belekapcsolódik. De volt egy másik kérdés is, amit feltettek, ez pedig az, hogy hogyan fogja ez befolyásolni a béketárgyalásokat Izrael és Palesztina között. Még egy dolog, amit elfelejt a legtöbb ember, az az, hogy a 70-es évek óta egy béketárgyalás indult meg, illetve folyik Izrael és Palesztina között, azonban ez nyilvánvalóan eddig sehová sem jutott. Nyilvánvalóan nem, hiszen a mesterséges Izrael állam létrehozásának az elsődleges szempontja és oka az volt, hogy ezt a viszályt szítsa és fenntartsa évtizedeken keresztül, amíg az időpont megfelelővé válik ahhoz, hogy egy nagy háborúval megoldják ezt az egész problémát, nem csak ezen a területen, hanem világszerte. Az oka annak, hogy ez a színjáték ilyen hosszú időn át képes fennmaradni, nem csak ez az izraeli-palesztin béketárgyalás, hanem az összes többi színjáték az az, hogy az emberek figyelmét elterelik ezekről az élet mindennapos apró gondjaival, illetve természetesen azokkal az egyéb eseményekkel, melyek ehhez hasonlóak, csak sokkal nyilvánvalóbban színjátékok. Mint például a szórakoztatóiban. Az emberek túlságosan elfoglaltak a legújabb sorozattal, vagy foci meccsel, vagy akármivel, és nem veszik észre azt, hogy ez a színjáték különböző szereplőkkel már évtizedek óta zajlik. Mindenki ugyanazt ismételgeti, ennek ellenére nem alakul ki soha béke. Előadják ezt, hogy ez egy olyan bonyolult történet. Hogyha békét akarok valakivel kötni, és megvan bennem a szándék, akkor meg fogok tenni mindent annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Azonban nyilvánvalóan nem ez a cél. Soha nem is volt, soha nem is lesz. Nem lesz béke mindaddig, amíg az új világrend ellen kezdő. Az a béke azonban egy egész más jellegű béke lesz, mint amire a legtöbb ember szám. Ezt még most furcsa elképzelni, hogy az Amerikai Egyesült Államok magára marad, illetve hát Izraellel, de ez az, amifelé tartunk, és ez egyáltalán nem újdonság, hiszen ez is le van írva az írásokban. Azonban Al Jazeera-t nézzük meg először. Arról számolnak be, hogy az amerikai döntés az igen erős ellenállást váltott ki több muszlim államból, és a OIC nevű szervezet, ami az iszlám együttműködés szervezete, 57 tagországot számlál, és Kelet-Jeruzsálemet Palesztina fővárosává jelölték ki, amikor is Isztambulban találkoztak. Ez az egész hercehurca ellenségeskedés vált ki még az úgynevezett zsidókból is, ahogy ők is tüntetnek ez ellen a megmozdulás ellen, illetve ez ellen a döntés ellen, de nem csak ők, hanem az ortodox zsidók ugyanúgy, akik Izraelben élnek, hiszen ők pontosan tudják, hogy az egész Izrael állam egy hazugságra épül, nem csak hogy egy hazugságra épül, hanem a zsidóknak, még az eredeti zsidóknak sem lenne szabad országban lakniuk mindaddig, amíg vissza nem tér a megváltó. Úgyhogy ez a probléma, ezért nem fog soha működni. Arról nem beszélve, hogy ez nem is az eredeti nép, de még ha az is lenne, nem birtokolhat egy országot mindaddig, amíg a megváltó nem tér vissza. Ez pedig az írásokban benne van, sőt ez az, amit a Torából megtudhatunk.
Ez az a fajta tudatlanság, ami a világot ebben a helyzetben tartja. Hogy az emberek nem csak, hogy a őket körülvevő valóságról nincsen fogalmuk, hanem nem is érdekli őket. President Trump's announcement on Jerusalem has a very worrying potential impact. It is a very fragile context, and the announcement has the potential to send us backwards to even darker times than the ones we are already living in. The European Union has a clear and united position. We believe that only realistic solution to the conflict between Israel and Palestine is based on two states. French President Emmanuel Macron says he disapproves of the Trump administration's recognition of Jerusalem al-Quds as Israel's capital, calling it a unilateral decision. British Foreign Secretary Boris Johnson also said the U.S. move will not help resolve the Palestinian issue. Meanwhile, the Russian Foreign Ministry expressed serious concern over Trump's decision, saying it threatens security in the Middle East. Australian Foreign Minister Julie Bishop also said Canberra will not relocate its embassy to Jerusalem al-Quds. It is in the hearts of so many people. United Nations Chief Antonio Guterres reiterated that a two-state solution is the only way out. In this moment of great anxiety, I want to make it clear. There is no alternative to the two-state solution. There is no plan B. The U.S.'s allies in Europe, including the U.K., France, and Germany, have also expressed disagreement over Trump's announcement. Meanwhile, Canada said its embassy will remain in Tel Aviv, adding that Jerusalem status can only be determined as part of peace talks. Hogy mennyire súlyos ez az elszigetelődés, az nem csak ez az 53 ország bizonyítja, hanem az is, hogy az Egyesült Nemzetek 14 az 1-hez elítélte Donald Trump döntését, egyedül az Amerikai Egyesült Államok volt az, aki megvétózta ezt a döntést, még a brit miniszterelnök Theresa May is elítélte személyesen ezt a lépést. Az Evening Standard úgy fogalmaz, hogy az Amerikai Egyesült Államok ellentmond Nagy-Britanniának akkor, amikor ugye megvétózta ezt az ENSZ döntést. Hiszen a világpolitikában ez köztudott, és hát történelemből is tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok tulajdonképpen az európai birodalmakból indult ki, különösen ugye Spanyolország, Portugália és Olaszország, amihez aztán később csatlakozott a brit szigetek. Ez az, ahonnan az Amerikai Egyesült Államok elindult. Tulajdonképpen ezzel a céllal hozták létre az Amerikai Egyesült Államokat és Izrael államát is, hogy az egész világot megfertőzze azzal a fajta az erkölcstelen életmóddal és vérontással, amit az Egyesült Államok a kezdetek kezdete óta véghez visz. Az USA fennállása óta folyamatosan csak halált terjeszt a világon és erkölcstelenséget, és ez a kis ábra nagyszerűen szemlélteti ezt. Ugye a szabadságharc idézőben olyan 25 ezer áldozattal járt, utána a polgárháború, azután ugye az első-második világháború, amit szintén egy hatalmas színjáték előzött meg, illetve maga az egész pontosan illeszkedik abba a színjátékba, ami a világpolitika tulajdonképpen, ahogyan a geopolitikát tudják befolyásolni az Európai Unió létrehozásával, illetve ahogy láttátok, az Izrael állam létrehozásával minden háború újabb és újabb céloknak az eléréséhez segíti hozzá az idézőjelbetett elitet, annak érdekében, hogy kialakítsák ezt az egy világkormányt. Minden, ami körülöttünk zajlik, része a színjáték. Az áldozatok, a szenvedés, az emberi történetek igazak, azonban az okok, az okozat, illetve maga a körítés az egy színjáték. A háború, a halál, az öldöklés csak egy eszköz a cél elérésében számukra. Koreai háború, vietnámi háború, iraki háború, az éves abortusz szám Amerikában olyan 1 millió körül van. Ugye ott 1 millió 300 ezeret írnak, ami azt jelenti, hogy évente több mint 1 millió ember hal meg csak az abortusz miatt. Jelenések 13. fejezetben, a 11-es versben, a földből feljövő kétszarvú fele van,
azaz amerikai Egyesült Államokat jelképezi. Azután látik más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva van, a bárányhoz hasonló, de úgy szól valamint a sárkány. A földből jön fel, hiszen egy olyan területen alapszik tulajdonképpen, ami kevésbé volt ismert, illetve lakott, nem úgy, mint ugye a másik fenevad, ami az Európai Unió és a Vatikán, illetve két szarva van, ugyanúgy, mint egy báránynak, azonban úgy szól, mint a sárkány, azaz úgy tűnik, mintha mindig a jót csinálna, mintha egy keresztény alapokon, ugye egy protestáns ország volt az Amerikai Egyesült Államok, legalábbis mindig ezt adják el, hogy egy protestáns alapokon épülő ország, azonban úgy szól, mint a sárkány, hiszen a cselekedetei és azok, amiket véghez visz, az egyértelműen mutatják, hogy az ellenség útját járja. Ez az Amerikai Egyesült Államok, akinek van ideje, az nézzen utána, azonban Jelenések 18-as fejezetben láthatjuk ennek az országnak az ítéletét és azt, hogy a többi ország elhagyja őt. Ugye, és siratják őt és jajgatnak ő rajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják. Azaz, a föld, a vezetők, a világ vezetői vele paráználkodtak spirituális értelemben és fizikális értelemben, és illetve ez a nagy bőség, ami kialakult az utóbbi évtizedekben, ez mind az Amerikai Egyesült Államok fogyasztásának és termelésének volt köszönhető. Ezért jajgat mindenki. És nagy távolával az ő Kínjától való félelem miatt mondván, jaj, te nagyváros Babilon, visszautal a kezdeti Babilonra. De hatalmas város, hogy egy órában jött el az ítélet. Ez az ítélet az Amerikai Egyesült Államokról szól, akit érdekel, megnézheti Jelenések 18-as fejezetben. Minden abba az irányba mutat, hogy ami itt le van írva, az az, ami a szemünk előtt válik nyilvánvalóvá. És bár nem tudunk mindent, azonban az irány egyértelmű, hogy láthatjuk a proféciákat beteljesedni. Ez december 22-e, és ez a legfrissebb információ az izraeli helyzettel kapcsolatban, hogy Erdogan török miniszterelnök ezt az egész ügyet az ENSZ általános gyűlése elé fogja vinni, ahol is arról lesz szavazás, hogy mi a különböző nemzetek álláspontja ezzel kapcsolatban, illetve hogy elutasítják-e vagy sem. A probléma ugye az, hogy Donald Trump bejelentette, hogy Jeruzsálem lesz Izrael fővárosa, illetve az amerikai nagykövetség Tel Avivből Jeruzsálembe fog költözni. És erre reagálva Nikki Haley, az amerikai ENSZ nagykövet ezzel a tweettel válaszolt. Még mielőtt felolvasnám, mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy mennyire szánalmas az egész színjáték. Úgy működik, ahogyan azt elvárhatnánk egy iskolában, mint amit egy általános iskolás kitalál. Az egyik oldal ezt csinálja, a másik oldal azt csinálja, és közben folyamatosan a helyzet egyre rosszabbodik. Megvannak benne a különböző csavarok, fordulatok, hősök és gonoszok. Azt javaslom mindenkinek, hogy így nézzen erre az egész. Ezek az emberek manipulálják az egész világot egy konklúzió felé, amit ők már réges-rég kiterveztek. Mindannyian játsszák a saját szerepüket. Tudatosan vagy tudatlanul, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy megtévesztik a világot. És ez ennek a tweetnek a szövegéből ki fog egyértelműen derülni. Így fogalmazni ki Haley. Az Egyesült Nemzetekben mi mindig folyamatosan egyre többet adunk, és ez az, amit elvár tőlünk mindenki. Most, amikor azt szeretnénk eldönteni, hogy hol lesz a mi nagykövetségünk, azt várjuk el azoktól, akiket eddig segítettünk, hogy támogassanak minket ebben. Ennek ellenére csütörtökön szavazás ez arról, hogy kritizálják a döntésünket, és az Amerikai Egyesült Államok be fogja jegyezni a neveket, illetve figyelni fog a nevekre. Ez az, amit ő tweetelt. Trump támogatásáról győzte meg Nikki Haley-t, és teljesen egyetértett vele, és azt mondta, hogy azok az országok, akik több 10, 100 millió vagy akár milliárd dollárokat is kapnak az Egyesült Államoktól, azok jobb, hogyha odafigyelnek arra, hogy milyen döntést hoznak. A pápa szintén ellenérzésének adott hangot, a képen ugye Jordán királyával találkozik, és azt mondta, sőt figyelmeztette Trumpot, hogy döntéseivel ne veszélyeztesse az idézőjelbe tett szent várost, azaz Jeruzsálemet.
Mindezek után Mahmoud Abbas, a palesztin hatóságoknak a vezetője, gyakorlatilag a palesztin miniszterelnök azt mondta, hogy az Amerikai Egyesült Államoktól Oroszország, illetve Kína felé fognak nyitni, és ő rájuk fognak számítani a béketárgyalásokban. Itt ugye többek közt Vlagyimir Putyin és a török miniszterelnök Erdogan társaságában látható Abbas. Mindezek után megtörtént a szavazás, és az eredményt a képernyőn láthatjátok. 128 ország elítélte a döntést, 9 ország volt csak, aki az amerikaiak mellé állt, és 35 ország tartózkodott az Egyesült Nemzetek szavazásán. Az Amerikai Egyesült Államok legfontosabb szövetségesei, mint Nagy-Britannia, Franciaország, Németország vagy Japán, mind ellenük szavazott. A képen látható országok voltak azok, akik az Amerikai Egyesült Államok mellett szavaztak: Guatemala, Honduras, Marshall-szigetek, Mikronézia, Nauru, Palau és Togo. Nikki Haley, az Amerikai Egyesült Államok ENSZ nagykövete ezután egyből megjegyezte, hogy emlékezni fognak erre, amikor legközelebb arra kérik fel őket, hogy a legnagyobb támogatást nyújtsák az Egyesült Nemzetek tagországai közül, annak érdekében, hogy a szervezet működését fenntartsák. Ezután kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok Jeruzsálembe fogja áthelyezni a székhelyét a szavazástól függetlenül, és semmilyen jellegű Egyesült Nemzetek szavazás nem befolyásolja ezt egyáltalán. Ezek után hozzátette azt, hogy amin azonban változtatni fog ez a szavazás, az az, ahogyan az amerikai nép az Egyesült Nemzeteket szemlélni fogja, illetve ahogyan az Amerikai Egyesült Államok hozzááll a jövőben a szervezethez és azokhoz az országokhoz, melyek ellenük szavaztak. Törökország ENSZ nagykövete hozzátette, hogy ezek után országa fokozott erőfeszítéseket fognak tenni annak érdekében, hogy visszaállítsák az 1960-as határokat Palesztinában és Izraelben. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök pedig megjegyezte, hogy Jeruzsálem mindig Izrael fővárosa lesz, és ezen nem fog tudni változtatni senki. Végezetül szeretnék megmutatni egy videót, melyben ortodox zsidók elmondják, hogy mi a véleményük Izrael államról, és ki fog derülni mindenki számára az, hogy annak a konstrukciónak, melyet mi Izraelnek hívunk, semmilyen törvényes létjogosultsága nincsen, és ráadásul ellentmond a Torával. Még annyit hozzátennék, hogy ezek az emberek nem az írásban leírt izraeliták, ez egy más nép, aki ezt a területet elfoglalta, megtévesztvén az egész világot. Ettől függetlenül én nem utálom őket, vagy gyűlölöm őket, egész egyszerűen az igazság az, amit nekünk keresnünk kell, és mikor megtaláltuk, akkor azt el kell fogadnunk, bármennyire is hihetetlen. Ezek az emberek nem feltétlenül gonoszak, vagy rosszak, ugyanúgy meg vannak tévesztve, mint az egész világ. Judaism is a religion, a spirituality to serve God, thousands of years old. Zionism is only around 100 years old. It is the transformation from religion to nationalism, to materialism, created by non-religious Jews who hated the religion. And they really didn't want with Judaism, they didn't even want to make their state in Palestine, only in Uganda at the first meetings. The reason they used the name Israel, the Star of David, hijacking, stealing the identity of Judaism and the Jewish people, is in order to get a legitimacy for their existence, that people should say, oh, God gave, it's God given to them, and that they should put fear and intimidate people from speaking up against their actions because they'll call them anti-Semitic. Yeah. It couldn't be anything further from the truth. As I say, the best friends of the Jewish people is Turkey. The best friends of the Jewish people is all the Muslim countries who've helped the Jews all the time when they ran away from their problems in other lands. So how could you say this? It's something totally different. It's a political, selfish, flawed movement called Zionism that has no legitimacy to exist. It's against the Torah. Maybe just say one thing. It's against the Torah in its essence. The concept for Jews to have a state is expressly forbidden in the Torah, in the Jewish teaching, since the destruction of the temple 2,000 years ago. We were told by the Almighty in a prophecy of King Solomon, and
that we are forbidden to have our own entity, our own state, our own kingdom, even in an uninhabited land. And this was held by all Jews around the world for thousands of years. And it makes it worse, compounds the sin, the crime in having the state, because this state of Israel that these nationalists wanted, made it in Palestine, made it in a land that was inhabited by the majority Muslim people, by the Palestinian people. So to steal their land, to kill, to oppress, to banish them from their homes, it flies in the face and contradicts everything of the Torah that says, thou shalt not kill, thou shalt not steal, that one has to emulate God, be compassionate. So they've used our identity to rebel against God and to desecrate God's name and to create a rift between Jews and Muslims and to make a river, an endless river of blood for the Muslims, for the Palestinian people, mm-hmm. and anti-Semitism for the Jews and death for the Jews also. This is unfathomable and unacceptable in no manner. Tisztában vagyok azzal, hogy megdöbbentő, amit hallunk, azonban még korán sincs vége, és csak azért állítottam meg a videót, hogy felhívjam a figyelmet arra, amit ezután közölni fognak velünk. Megtudhatjuk azt, hogy Izrael állam nem csak hogy törvénytelen, hiszen elfoglalja egy másik ország területét, hanem a Tora ellen is van. Hogy hol is mondja ezt a Tora, hát számtalan helyen, az egyik ezek közül, Debarim vagy 5 Mózes 11. fejezet, ahol is a 16-17-es vers így szól, vigyázzatok, hogy meg ne tévedjen valahogy szívetek, és el ne pártoljatok ki a Huától, és más hatalmasságokat ne szolgáljatok, és ne imádjatok, és hogy meg ne haragudjék Jahova, s be ne zárja az eget, és eső ne essék, s a föld ne adja meg termését, és hamarosan el ne vesztetek arról az igen jó földről, melyet Jahova majd ad nektek. Aki kicsit is ismeri Izrael államot, tudja, hogy az állam nem a Tora szerint működik, illetve az úgynevezett mózesi törvények szerint, sokkal inkább a Talmud az, ami kormányozza a zsidók, az úgynevezett zsidók nagy részét, de egyébként pedig az ország egy teljes mértékben szekuláris berendezkedésű, azaz nem különbözik az összes többi országtól, tehát nem lehet ez az ország a teremtő országa, hiszen elmondta, hogy ha nem az ő törvényei szerint működnek a dolgok, akkor nem lesz ez az ország, nem létezhet ez az állam. Mindezeket figyelembe véve 5 Mózes 4.23 teljesen egyértelművé teszi, hogy Izrael állam nem jöhet létre mindaddig, amíg a másiák vissza nem tér másodszor is. Vigyázz, hogy soha meg ne feledkezz Jahova te hatalmasságot szövetségéről, ez ugye a Tora, az instrukciók által vezetett élet, amelyet veled kötött, és hogy Jahova megtiltotta neked, ne készíts faragott kép már semmiről, mert Jahova te hatalmasságod, emésztő tűz, féltékeny Elohim. 26-ban így szól, bizonyságú hívom fel ma az eget és a földet, hogy hamarosan elvesztek arról a földről, amelynek elfoglalására átkeltek a Jordánon. Szétszór minden nép közé, és csak kevesen maradtok meg azok között, a nemzetek között, amelyek közé Jahova elvisz majd titeket. A 29-es az, ami arról ír, hogy visszatérhetnek, ha azonban majd keresed ott Jahuát, a te hatalmasságodat, megtalálod őt, feltéve, hogy az egész szívedből és lelked egész eltökéltségével keresed. Ez a feltétele annak, hogy visszatérjenek. Az, hogy Tel Aviv a világ meleg fővárosa 41%-kal, az nyilván nem azt mutatja, hogy egész szívéből, lelkéből keresi ez a közösség ezt. Az, hogy a Talmudot követik, hogy a babilóniai holdnaptár szerint rendezik az ünnepeiket, ezek mind-mind bizonyíték arra, hogy ez a nép nem úgy él, ahogyan azt meghatározza a Tora, tehát nem lehet ott azon a földön. És teljesen mindegy, hogy kinek mi az, amit a szíve súg, mi az, amit az ember szeretne hinni, az, ami le van írva, egyértelművé teszi, hogy Izraelben nem lehetnének az eredeti izraeliták, mint ahogy nincsenek is. Ezékiel 37. 19-es versben ezt olvashatjuk, így szól Jahuá Elohim, ímé én fogom Jahuszep vagy József fáját, ami Efraim kezében van, és Izrael törzseit, az ő szövetségeseit, és együvé teszem őket, Jahuda fájával, és egy fává teszem őket, és egyé lesznek az ő kezében. Azaz ő fogja egyesíteni a törzseket, akkor, amikor visszatér ez a nép az ő törvényeihez, addig azonban nem.
21-es így folytatja, így szól Jehu Elohim, íme én kiragadom Izrael fiait a nemzetek közül, amelyek közé jutottak, és összegyűjtöm őket mindenünnen, és a saját földjükre vezetem. Nem az Egyesült Nemzetek Szervezete, vagy az Egyesült Királyság, hanem ő az, aki vissza fogja vezetni őket ebbe az országba. 22. Egy néppé teszem őket az országban, Izrael hegyein, és egy király uralkodik majd mindnyájuk fölött, és nem lesz többé két nemzet, nem osztanak többé két országra. Hogy is lehetne ez? Ez a profécia, nem hogy két ország, két különböző nép él azon a területen. Sőt, nem kettő, hanem számtalan, hiszen hogyha a Nílustól az Eufráteszig terjedő területet veszük, mint ami az eredeti terület, akkor ott számtalan más ország megtalálható. Úgyhogy ez az Izrael nem lehet az, amiről itt beszél, de ez egyébként kiderül 23-24-ből még inkább. Nem fertőzik többé magukat báványaikkal, utálatosságaikkal és semmiféle gonoszságukkal. Ha valaki utána néz egy kicsit is, akkor láthatja, hogy ez nem ez a helyzet jelenleg. Megszabadítom őket minden helyükről, ahol vétkeztek, megtisztítom őket, akkor ők az én népem lesznek, én pedig az ő hatalmasságuk leszek. 24. És Daúd az én szolgám lesz király felettük, és egyetlen pásztorra lesz valamennyiüknek, törvényeim útján járnak majd, és parancsaimat megtartják, és megcselekszik. Közel nincsenek ehhez most. Dávid sehol sincs, nincsen egyetlen király, nincs egy egységes nép, és egyáltalán nem járnak a törvény útján az ő torája szerint. Úgyhogy ez nem lehet igaz Izraelre, mint államra. Azon a földön fognak lakni, amelyet szolgámnak, Jakóbnak adtam, amelyen atyáitok laktak, rajta laknak majd ők maguk és fiaik, és fiaiknak fia mindörökké, és Daud vagy Dávid az én szolgám lesz a fejedelmük mindörökké. Ezeknek a dolgoknak be kell teljesülni ahhoz, hogy Izrael államról beszélhessünk arról, amelyet majd ugye a teremtő, illetve a Hua az ő hatalmasságuk, illetve mindannyiunk hatalmassága fog létrehozni. Ezek pedig nem állnak fenn, így ez az ország nem lehet az, úgy mint mindig, az ellenség most is megtévesztette az egész világ. Nézzük, mit mond Ézsaiás 11-es fejezetben. Ez történik majd azon a napon, kinyújtja Jahu a másodszor is kezét, hogy visszahozza népe maradékát, amely megmaradt Asszíriából, Egyiptomból, Pátroszból, Etiópiából, Elámból, Sinárból, Hamadból és a tenger szigeteiről, zászlót bont a nemzeteknek, egybegyűjti Izrael kitaszítottjait és Jahu a szétszórtjait, összegyűjti a föld négy széléről. Mi történik még ezekben az időkben? Kiszárítja Jahu Egyiptom tengerének öblét, kezét a folyam fölé lendíti forró szelével, hét patakra zsugorítja azt, és saruval járhatóvá teszi. Még egyelőre ez nem történt meg. Saruval nem járható a Nílus, és nem hét kis patakká vált. Útja lesz népen maradékának, mely megmaradt Asszíriából, amint volt Izraelnek azon a napon, melyen feljött Egyiptom földéről. Mikor történik ez? Leírja az elejét. Vesszőkél majd Jesszi törzsökéből, hajtás sarjad gyökereiből. Rajta nyugszik Jahu a lelke, bölcsesség és értelem lelke, a tanács, az erősség lelke, tudásnak és Jahu a félelmének lelke. És kedvetelik Jahu a félelmében. Ez ugye a megváltó. Nem aszerint ítél majd, amit a szem lát, és nem aszerint dönt, amit a fül hal. Ez mind-mind őt írja le. Igazságoság lesz derekának köve és hűség csípőjének kötője. Akkor majd a farkas a bárányjal lakik, a párduc a gödőjével heverészik, a borjó az oroszlán kölyök együtt híznak, a kisgyermek terelgeti őket. Ez, ilyenről még nincs szó. Tehát nem lehet arról beszélni, hogy ez az Izrael, az az Izrael, amiről itt szó van. Ami most létezik. És hogyha valaki végolvassa, ez nem juthat arra a következtetésre, hogy ez a két dolog egy és ugyanaz. Különösen megnézi azt, ahogyan viselkedik Izrael. Is it true that you are against the whole concept of Israel as a state? That is not only, when you say I am, this means the Jews who are true to the Torah, across the board, in every part of the world, all the rabbinical authorities opposed Zionism from day one. As soon as they came up with the concept, the chief rabbis, we have documents, historic documents, the chief rabbi of Palestine, historical documents, the chief rabbi of Palestine was approached by the United Nations in 1947, and he wrote, we furthermore wish to express our definite opposition to a Jewish state in any part of Palestine. And this was in 1947, July, and then 3 months later they saw that they're being ignored by the United Nations. Yeah. And so he sent another letter to the Secretary General in Lake Success,
And he said, we plead with you, at least leave us to the Secretary General, the Jewish Orthodox community comprising 60,000 souls in Jerusalem, objects to the plea of including Jerusalem in the Jewish state that they want to create. Our community demands that Jerusalem be an international zone under your protection, and its residents be free citizens of the international zone. They said, at least leave us this path, and they were ignored till today. Jews demonstrate. And I think it's important to see Jews demonstrate, and they're getting constantly, till today, they made demonstrations, and they're getting beaten by the Zionist police. People can see this is an ongoing people being beaten by the demonstrations. We have many on NKUSA. You can see the ongoing beating of by the Zionist police because they demonstrate against the state. And because they demonstrate against the state's willfully ignoring the laws of the Torah. They dig up graves. They want a highway, they dig up graves. It doesn't bother. It's against God, against the holiness of the soul. Muslim countries, they don't do that. Muslim countries respect the Jewish graves. They dig up graves now of thousands of years old, and because they don't believe in the soul, they don't believe in God. Yeah. And what they're doing to the people in Gaza and Palestine is because they've taken God out of the equation. They are ready to sacrifice on the altar of Zionism to attain their goal of a land, anything that stands in the way. So the Jewish people's souls are snatched. They con people into supporting them, and they're doing what they're doing, the Nakba, to the people of Gaza and Palestine. We sent a delegation of rabbis to Palestine, to Gaza, just this summer. We went there. We brought them aid, and we embraced them and said, our hearts are with you. We feel your suffering. This is against God, against the Torah, and against the will of the Jewish people who are true to God. We pray for speedy and peaceful dismantlement of this impediment to peace, the state of Israel that has no legitimacy, that has caused the... Szóval mindenki hallhatta maguktól, az emberektől, hogy mi a véleményük Izraelről és a zionizmusról. Amit még hozzátennék, az az, hogy világszerte több 10 millió, hanem 100 millió keresztény támogatja teljes szívvel és lelkesedéssel ezt az államot, illetve az emberek, akik alkotják ezt. Ez a jelenség nagyszerűen bemutatja azt, hogy mekkora tudatlanságban szenved maga a kereszténység, hiszen hajlandóak támogatni egy olyan országot, melyet nem is ismernek, és ha ismerik, tudják a tevékenységét, akkor hogyan is támogathat valaki egy ilyen rendszert, amely elfoglalja egy más ország területét, legyilkolja az embereket, viszájtszít mindenhol a környezetében, és mindezt teszi a Tora jegyében, aminek tulajdonképpen ellent mond. És már rengetegszer hallhattátok, de még egyszer nem árt elismételni. Ez történik akkor, amikor az ember elfordul azoktól az instrukcióktól, melyeket a Teremtő adott nekünk, és elkezdi felépíteni a sajátját. Képes megmagyarázni ezt a fajta életmódot, és azt, hogy ő ezt támogatja valamilyen módon, csak azért, hogy tovább folytathassa, és élhessen abban a tudatlanságban, amiben egész életében élt. Mindenki, aki támogatja ezt az Izraelt és a benne élőket és azt a tevékenységet, amelyet ők folytatnak, az bűnt követel, nem csak a világ erkölcsi rendje szerint, hanem a Tora szerint is. Remélem hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, Shalom és Hallelujah!